A névadóját ünnepelte az egyetlen külföldi orvostól elnevezett magyarországi kórház, vagyis a 60-i Albert Schweitzer kórházrendelő intézet. Albert Schweitzerről jelenleg csak annyit szeretnék mondani, és Kárpáti doktornőnek nem akarom elvenni a beszédét, hogy tényleg nagyon nagy kérdés az, hogy a mai világban egyáltalán mit mondhat nekünk az, hogy Albert Schweitzer. Fenntartunk egy hagyományt, büszkék vagyunk valakire, aki vallásban, teológiában, tudományban és orvostudományban példaképe lett az orvostársadalomnak, a gyógyító társadalomnak, utána meg az egész világnak. Nagyon sok gondolatot, emberséget köszönhetünk tőle. Az ünnepség fénypontjaként átadták a Kórházi Tudományos Tanács által odaítélt két Provita díjat is az intézmény két meghatározó dolgozójának. Egyikük a nyugdíjba vonuló Rajna Györgyné szülésznő, a másik díjazott pedig dr. Ferjencsik Miklós radiológus főorvos. Dr. Stankovics Éva főigazgató köszöntőbe foglalt értékítélete alapján idén is két bámulatos, példamutató életpályával megajándékozott munkatárshoz kerültek az elismerések, akiktől érdemes tanulni. Én csak azt tudom ajánlani mindkét szakmai osztály munkatársainak, hogy itt ugye radiológiáról és szülészetről beszélünk, hogy csüngjenek minden szavukon és tettükön, hogy hasonló példaértékű életutat, munkásságot tudhassanak majd magukénak. A vezető kifejtette, meglehetősen sokat köszönhet a két díjazottnak a térség betegellátása. Az ünnepségen összefoglalták Albert Schweitzer sokrétű életútját, és kóruséneket is hallhattak az egybegyűltek.